Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ez a címlap, a Szabad Európa Podcast sorozata, én Lampi Ágnes vagyok. Mi másról beszélnénk most, mint az EU csúcs legfrissebb eseményeiről, mert hogy 27 uniós állam és kormányfő találkozott a minap. A fő téma Ukrajna-EU csatlakozása volt, mert hogy a tanács úgy döntött, hogy megkezdi ezeket a tárgyalásokat Ukrajnával, és a tanács egyik tisztségviselője meg is erősítette, hogy tulajdonképpen a döntés ellen egyetlen tagállam sem tiltakozott. Orbán Viktor pedig kiment a teremből, vagy kiküldték a teremből a szavazás előtt, erről majd fogunk beszélgetni, így aztán egyhangúan el tudták fogadni ezt a javaslatot. Ami történt, azt hivatalosan úgy hívják, hogy konstruktív távolmaradás és a politikú információi szerint Olaf Scholz javasolta, vagy mondta ezt Orbán Viktornak, hogy amíg a szavazás tart, addig menjen ki, és igyon egy kávét, és így meg tudják oldani ezt a helyzetet, mert hogy Orbán Viktor korábban többször több helyszínen, többféle formában is elmondta, hogy szó sem lehet arról, hogy ő támogassa a folyamatot. Úgyhogy mindjárt összerakjuk ezeket az eseményeket. Valás Péter korábbi külügyminiszter van itt velünk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. kezdjük ezzel a káv ügyjel, hogy Orbán Viktor ugye nem volt bent a szavazáskor. Van annak jelentősége, hogy őt kiküldték, vagy kiment. Ivott kávét, nem ivott kávét, mert hogy ez a bizonyos konstruktív távolmaradás, hogy utána hiszem, ez egy létező lehetőség ahhoz, hogy te távol maradjon valaki egy szavazáskor, ugyanitt, és majd akkor beszélünk, viszont itt a körülmények azért eléggé extrémek voltak, mondjuk így, hogy egy kávén múljon ez a dolog. Ez egy nagyon fontos fordulat az Európai Unió belső életében. Ugye az Unióban általában a megoldások felé úgy haladnak, hogy először minden államnak van egy saját Álláspontja utána csoportosulnak, utána kialakul egy többség, kisebbség. De most, ha valaki nem tartozik a többséghez bármilyen okból, akkor még mindig van esélye, hogy alkotnak egy, egy gombócot, egy blokkoló kisebbséget, amelyik ahhoz elég, ahhoz nem elég, hogy átvigye az akaratát, de hogy megakadályozza. A másik távolta az igen. De most, ha ez elkezd fogyni, és maradnak egy-két-hárman, nem többen, akkor jön a vétó. Erre is volt már példa nem egyszer, ami vétóval való fenyegetés, esetleg a vétó. De használata az, hogy egy valaki is meg tudja állítani a gyors vonatot. Odaáll a sinre, és azt mondja, hogy állj, és nem megy tovább a dolog. Ezt Orbán Viktor nagyon gyakran használta. Az elmúlt évtizedben egyre gyakrabban, azt lehet mondani. És úgy próbálta az akaratát érvényesíteni, hogy megzsarolta a nagy többséget, és azt mondta, hogy ha nem úgy léptek, ahogy én szeretném, akkor, akkor nem fogtok tudni előre haladni. Ennek a fő témája az utóbbi időben a felfüggesztett pénzek Igen, voltak. már majd beszélnünk erről is mindenképpen, így van, jó, hogy mondja, igen. Ezt így összekapcsolta. Na most ő azt hitte egészen a tegnapi napig, hogy ez a vétó, ez egy, ez egy örökös fegyvert. De hihette ezt Ukrajnal csatlakozási tárgyaival kapcsolatban is? Hát, Mert hogy volt előzménye, hát ugye próbálták ők egy pára, őt egy páran meggyőzni korábban, tehát nagyon komoly jelzéseket kapott. Tehát ugye maga Macron meghívta igen. a minap Párizsba, és, és egyéb tárgyalások is voltak, tehát lehetett arra számítani, hogy itt azért ez nem fog menni. Ő, ő azt hiszem, hogy ebben azért tartotta ezt a pozíciót, látta, hogy mások kérő pozícióba kerültek vele szemben. Macron meghívja egy vacsorára, hogy győzködje. Ide jött még előtte Charles Michel, az Európai, Európai Tanács Európai... állandó elnöke. Ide utazott, ugye Budapesten. Ide utazott, a és, és dolga végezetlenül ment el, mert nem tudtak a sajtó elég kiállni semmivel. Úgyhogy Orbán élvezte ezt a helyzetet, hogy ő egyedül táncoltatja az Európai Uniót, az összes többi tagállamot. És talán titokban ő arra is számított, hogy valakik azért mellé állnak majd. Ugye ez mindig a végjátékban szokott kiderülni, ha addig nem. És érdekes módon senki nem jelentkezett, hogy ő is úgy gondolja, mint Orbán Viktor. Egy picit reménykedett talán Robert Ficóban, ugye a, a visszatért szlovák miniszterelnökben, akinek vannak hasonló nézetei. Talán egy picit de Georgia Melonira is számított, az olasz szélsőjobbos miniszterelnökre, egyik se állt mellé, tehát egy olyan képlet alakult ki, amikor 26-an egyet akarnak, és egyetlen egy akar mást, és ennek a viszonylag békés feloldására javasolta Olaf Scholz német kancellár. Hogy így a, egy kávét. Azt az egyébként ismert módszert, hogy akkor picit értelmezzük át a vétót, nem a teremben kell szembe menni a többséggel, ki kell menni a teremből, és akkor őt nem számítják bele az egyhangúságba, mert azért van egy-két kérdés, nem sok, de néhány az Európai Unióban, amihez egyhangúságot ír elő az alapszerződés, ilyen új tagok fölvétele. És értelemszerűen a csatlakozási tárgyalás megkezdődött. És az, hogy ő tulajdonképpen ezzel feloldották ezt a helyzetet, ahogy ő is mondja, ez ebből a szempontból azért is érdekes, mert Orbán Viktor ezt folytatta, ezt a kommunikációt, ugye ennek ellenére. Péntek reggel a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, ugye, hogy ő mindent megpróbált, 8 órán keresztül próbálta győzködni az Európai Unió különböző vezetőit. 26-an voltak ellene, teljesen egyedül maradt, de a Nemzeti parlamentnek a későbbiek folyamán úgy is lesz lehetősége arra, hogy megakadályozza ezt a folyamatot. Úgy fogalmazott, 75 olyan alkalom lesz, amikor ezt a folyamatot meg tudjuk állítani. Ezt péntek reggel nyilatkozta a Rádióban. Ez mennyire reális, vagy, vagy az, hogy ez a folyamat most elkezdődött, itt tulajdonképpen már legfeljebb csak időhúzásról lehet szó? azt nem tudta megakadályozni, hogy a folyamat elkezdődjön. Ugye ez most nem Ukrajna felvételéről szól, ahogy Orbán és a, a kormánya hamisan beállítja, mint hogyha Ukrajna holnap már EU tag lenne, hogy ez mibe fog nekünk kerülni, meg miként változtatja meg, mit tudom én, az agrárrendtartást az Unióban. Szó sincs erről. Ez egy politikai üzenet, hogy ide tartoztok, a nyugathoz tartoztok, elkezdünk erről tárgyalni. Tudjuk, hogy az ilyen tárgyalások hosszú évekig szoktak tartani, ezt még a saját bőrünkön is tapasztaltok az EU csatlakozáskor, tehát hamis minden olyan állítás, amelyik a jelenbe próbálja ide húzni, ezt a, az ukránai viszont Ukrajnának nagy szüksége van rá, hogy kapjon egy ilyen biztatás, hogy nem hiába véreznek a fronton az oroszokkal szemben, hanem van egy európai perspektívája. De most ebben a kontextusban Orbán ellenállása az egy politikai nem. Mondhatnók úgy is, hogy mindenki érse, hogy nyet, ahogy azt Moszkvában szokták. Ugye? Tehát ez egy politikai ellenállás volt, anélkül, hogy bármilyen valós indokot fel tudott volna hozni. Mert mindaz, amit mondott, az hamis. Még odáig ment, hogy Magyarországnak nem nemzeti érdeke ukrajna de dehogy nem. Nagyon is az. Ugye többszörösen az, hogy a legnagyobb szomszédunknál stabilitás, béke legyen, és ők is európaiak akarjanak lenni, egészen odáig hogy a kárpátaljai magyar kisebbség levelet írt Orbánnak, amiben kérve hogy kérték, támogassuk. hogy mm. támogassa, mert azzal ők is bekerülnek az Európai Unióba, de ráadásul Zelenszki és kormánya megtette, amit itt évek óta. Ugye megváltoztatta? Kért. Megváltoztatta a nyelvtörvényt, és lehet magyarul, románul, lengyelül tanulni végig az egész oktatási rendszerben. Na most. Erre azt mondták a kárpátai magyarok, hogy ez jó nekünk, hát akkor tessék megfogni és támogatni. De mi lehet az oka akkor ennek az ellenállásnak? Itt ugye nagyon sok elmélet van ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet Orbán Viktornak a célja ezzel. Mit akart ezzel elérni? Egyszerűen csak ki akart kerülni a nemzetközi színpadra? Hát ő szeret, szeret nagyba játszani, és szereti azt hinni, hogy együtt dübörög a legnagyobbakkal, ezt az álláspontot egyébként nem sokan osztják a világban, hogy Ukrajnának nem kell segíteni. Ezt a szélső jobb pártok egy része, az amerikai republikánusok, de nem az összes, hanem annak is a jobb széle. És hát ha megnézzük, hogy kinek használ ezzel, az egyértelműen Oroszország. Tehát ő Vladimir Putyinnak muzsikál ezzel, akár tudatosan csinálja, akár nem, de amikor azt mondjuk, hogy, hogy kinek használ, akkor nem kétséges, hogy Moszkvának használ ezzel. Na most stratégiailag egy nagyon rossz pozíció, amikor valaki azt látja, hogy egyedül van, és mindenki más ellene van. Na most ilyen pozíciót sokáig nem lehet tartani, mert lám az Unióban is a nagy és erős többség félre söpörte az útból Orbán, tehát azzal, hogy kiküldték duzzogni a folyosóra, de azzal tulajdonképpen átléptek rajta. És az, a, ami a másik része volt ugye a tárgyalásoknak, az a bizonyos 50 milliárd eurós mm. támogatás, vagy csomag uh, Ukrajna számára, amit viszont megvétózott uh, Orbán Viktor. Ennek ez is feloldható hosszú távon? Mert ugye ez egy ilyen kettős helyzet, ezt is elmondta, hogy ha már ebben nem tudta megakadályozni a folyamatot, ebben viszont biztosan nem fog engedni. A pénz az másként. És? Egy kicsit másként működik, ugye a, az új tagfölvételein, él abban, igaza van Orbának, hogy még később is tud akadályt gördíteni Ukrajna fölvétel elé, de a folyamat most mindenképpen meg fog indulni, feltáró beszélgetések, tárgyalások, vizsgálatok jönnek, úgyhogy majd jóval később kerül olyan helyzetbe az EU, hogy ismét szüksége lehet egy egyhangúságra, tehát az a folyamat megy. De most a pénzt megvétózta, és azt mondta, hogy ne adjunk 50 milliárd eurót Ukrajnának, ugye az kétharmad részben hitel, egyharmad részben segély lenne, és ne tűzzük napirendre az EU alapköltségvetését, a 7 éves hosszú távú költségvetésnek a felülvizsgálatát. Ebben is egyedül maradt, tehát azt látni kell, hogy egyes egyedül maradt. Még Georgia Meloni is azt mondta, hogy igenis felül kell vizsgálni, annyit fűzött hozzá, hogy de legyen pénz az unió versenyképességének a javítására, és a migráció kezelésére. És ő is támogatná. De, de, de. Uh -huh. Nos, <coughs> akkor ugye ott van Orbán egyedül. Annyi történt, hogy a témát elhalasztották, így már ugye, eléggé fáradt volt a, a kormányfői testület, és azt mondták, hogy jó, folytassuk ezt januárban. Tehát nem zárták le. Januárban folytatódik a vita, Viszont van egy B terv, ami nagyon is reális. Ha Magyarország nem akar beállni ebbe a sorba, akkor megcsinálják 26-an Magyarország nélkül. Tehát van olyan pénzügyi konstrukció, hogy... Tehát létre, meg lehet ezt oldani? Meg lehet létrehoznak egy alapot, a, a picike magyar szelet fog hiányozni a teljes összegből de a többi 26 odadja a pénzt, és az eljut Ukrajnába. Találtam egy nyilatkozatot Orbán Viktortól, nem olyan régről, 2022. június 21. A kormány.hu oldalon jelent meg, az MT is lehozta. Ugye nem egészen másfél évről beszélünk. Akkor Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy nem akarja megakadályozni az ukrán csatlakozási tárgyalások megindítását. Azt mondta, hogy mi, mielőbb le kell bontani a bürokratikus akadályokat Ukrajna tényleges unió csatlakozás előtt, és Magyarország támogatja, hogy Ukrajna megkapja az EU tagjelölti státuszt. Még egyszer 2022. júniusáról beszélünk. Most ugye 2023 vége, tehát nagyjából másfél év telt el. Mi változhatott ön szerint azóta? Ugye Ukrajna meg is kapta a tagjelölti státuszt. Igen, igen, azért ugye ezt csak egy... idéztem most így ugye van, néhány 2022 hónappal valóban így ez van. 22. júniusában történt, pár hónappal az orosz támadás után van egy fokozati különbség, mert az, hogy tagjelölt, az egy dolog, az egy minőség, egy viszony az unióhoz, de a csatlakozási tárgyások effektív megkezdése, tehát az, hogy vannak rendszeres ülések, ennek van egy tematikája, halad előre, vizsgálják Ukrajna jogrendjét, intézményeit, EU konformitását, az egy következő fokozat. Tehát tulajdonképpen nem mond ellent a korábbi Orbán Na de ez iratkozat. inkább azért egy picit játék a szavakkal, nem? Már olyan értelemben, hogy, e. hogy ezért itt mégsem azt mondta, hogy amit, amit később mondott másfél év múlva. E. E. Ugye nála nem meglepő, hogy, hogy egy nap alatt is változik a, az álláspontját. Nemrég fejtette ki, volt a külügyi intézet jubileumi ülésén volt egy beszéde a külpolitikájáról, és például abban azt mondta, hogy hát a nemzeti érdek az valami olyasmi, amit mindig az alkalomhoz kell igazítani, vagyis nincs értékrendje, nincsenek elvei, hanem a pillanatot akarja kezelni, ez általában jellemző a politikájára. Tehát akkor itt is egy picit most lehet, hogy ebben a helyzetben is valahogy ezt a helyzetet meg akarta oldani ezzel a kimegyek, nem kimegyek, konstruktívan távol maradok, vagy ez picit több azért? Ez annál, ez annál több volt. Tehát ő mostanáig de, megengedhette magának, hogy magányosan is szembeszálljon a többséggel, talán élvezte is ezt a helyzetet, és azt gondolta, hogy a vétó egy olyan csodafegyver a kezében, hogy az működni fog. És most azzal szembesült, hogy átléptek rajta. Tehát ez, a NATO-ban ez már korábban megtörtént, amikor ott például a NATO-ukrán tanács felső szintű összehívását próbálta akadályozni, ott is átléptek rajta. Tehát azt kell látnia, hogy ha nincsenek szövetségesei, akkor nem fog sokra menni, és ez egy nagyon rossz pozíció a mai globális világban, és azon a nagy nemzetközi szervezetekben, ott támogatókra, csapatokra van szükség, tehát önmagában egy alig 10 milliós ország Európa szárazföldi közepén nem sokra megy. Beszéljünk a pénzről, mert hogy ez meg a másik részernek a, a, az egész ügynek. Sokáig úgy lehetett értelmezni Orbán Vitornak a és a mondatait, hogy ez a kettő összefüggne, tehát Ukrajna csatlakozásának a támogatása miatt mennének a háttérben a tárgyalások, hogy megkapja -e az eu pénzeket Magyarország vagy sem. És volt némi ellentmondás is a nyilatkozatokban. Orbán Valás úgy fogalmazott, hogy már mint a miniszterelnök a ugye politikai igazgatójáról beszélünk, és a, úgy fogalmazott, hogy Magyarország akkor vonná vissza az ukránai támogatás elleni vétót, ha Brüsszel hajlandó kifizetni az összes uniós pénzt. Tehát ő ezt lenyilatkozta ugye a politikónak. Aztán Orbán Viktor ezt egy picit fölülírta, azt mondta, hogy szó nincs arról, hogy az uniós vétóval akarná megszerezni a, a, pénzeket, ugye a jogállamisági aggályok miatt. Aztán ugye jött a hír, hogy, hogy megkapjuk ezeknek a pénzeknek egy részét, mert hogy Magyarország teljesítette ezt a úgynevezett feljogosító feltételeket, döntött az Európai Bizottság, és így elindul, vagy megkaphatjuk ezeknek a pénzeknek egy részét. Szóval ezt teljesen külön, külön kell választani, ezt a két folyamatot? Tartalmilag nincs semmi közük egymáshoz. Tehát egy dolog, hogy Ukrajna vívja az önvédelmi harcát, és az a nyugat, benne az Európai Unió segít és támogatást ad. Egy egészen más dolog, hogy Magyarországon jogállami hiányosságok miatt az EU arra kényszerült, hogy, hogy végül egy olyan eszközt alkalmazon, amiből Orbán Viktor is ért, fölfüggesztette a pénzek egy jelentős részét. Egy ideig Orbán és az emberei tagadták, hogy itt zsarolásról lenne szó, mert ugye Orbán nagyon ravaszul rákapcsolta a legaktuálisabb témára, Ukrajnára, és azt mondta, hogy akkor támogatom az ukrajnai ügyet, ha megkapom ezt a pénzt, lehetőleg feltételek nélkül, vagy kevés feltétel teljesítésére. Tudnám máshogy is ö, ö, akciózni Bármit keresztül tud vinni az országgyűlésen, kezében van a, az alkotmánybíróság, és mindenki, ha kell, még alkotmányt is tud módosítani. Tehát ő az összes föltételt egyetlen nap alatt tudná teljesíteni, ha akarná. Nem akarja. Tehát megpróbált ez valahogy ilyen félmegoldásokkal olcsón megúszni, és rátett egy egy zsarolást, egy prést, hogy majd akkor támogatom Ukrajna ügyét. Mondtam, hogy egy darabig ezt cáfolták, tagadták, és akkor elkezdtek először ilyen házi elemzői nyilatkozni, majd maga Orbán Balázs, ugye az említett nyilatkozat, a Bloombergnek is adott egy, egy ilyen igen, nyilatkozatot. több helyen elmondta ezt. Igen. Teljesen nyilvánosan beismert, hogy igen, valóban erről van szó, ide a pénzt, az összeset, nem egy részét, és akkor majd minden támogatunk Ukrán esetében. Na most az összes pénzt nem szabadították föl, hanem annak egy részét, és még annak a lehívása is valódi feltételekhez van kötve. Tehát nem elég megígérni például a bíróságok jogszerű működését, hanem az Európai Bizottság meg is fog győződni arról hogy az tényleg úgy van-e és működik De az, hogy egyáltalán maga a folyamat elindult, tehát hogy feloldották ezeknek a pénzeknek egy részét. A közlönyben ugye megjelent maga a törvénytervezet, és lehetett olvasni azt, hogy ez most már minden feltételnek megfelel, előre ugye adtak nyilatkozatokat az Európai Bizottság részéről is, tehát hogy úgy tűnik, mintha ez a folyamat pedig mintha beindult volna. Ez, ez kétségkívül beindult, tehát itt egy akadály elhárult, lehet teljesíteni a föltételeket, és akkor jöhetnek a pénzek, legalábbis egy részük. Tehát ez mindenképpen jó hír lenne, ha biztosak lehetnénk abban, hogy a pénzek odajutnak, jutnak, ahova kell, tehát például a tanárok fizetésére. Fogják fordítani, és, és nem olyan projektekre, amit Orbán barátai, üzletfelei és családtagjai szétkapkodnak percek alatt. Hogy van az, hogy miközben egyébként itt Magyarországon plakátkampány is zajlik, ugye a, a Uh, Újszor a fondán van ugye a, a címlapon, Soros György fia a háttérben, és ez egy elég, el, elég erős üzenet hozzá, miközben Brüsszelben találkoznak, egy asztalnál ülnek, ugye lehetett látni azokat a képeket, amikor tárgyalnak. közben megindulnak a, a pénzcsapok is talán, ahogy itt erről szóval. Szóval hogy jön ez össze? Hát ilyen nincs még egy az Európai Unióban, hogy valaki barátkozik és tárgyal is, meg, meg csúfolódik is. Egyszerre. Öt évvel ezelőtt már volt egy ilyen, ugye emlékszünk arra, hogy akkor az előző bizottsági elnök Jean-Claude Juncker volt a plakáton, és, és idősebb Soros, tehát Soros György személyzet. Tehát a koncepció szerint. hasonló volt, mint a mostani. Ugyanez, mert. ugyanez, és annak idején még, amíg Orbán félállaba a néppártba volt, amíg ki nem tették a, a szűrét, addig akkor a néppárt frakcióvezetője, Manfred Weber azért jött el Budapestre, hogy kérje szépen többek között, hogy tessék leszedni ezt a plakátot. Aztán immelámmal leszették, most visszajött ugyanaz a plakát. Igen, <coughs> még, a, még a színek is, az egész koncepció, a, a, ahogy kinéz maga a plakát, az is nagyon-nagyon hasonló az hát akkori. Kevés hoz. fantáziára volt, tehát ez a, az a propagandista csapat, amelyik ezt előállította, semmi újat nem hozott ezt bele... Tehát konvertálta egy, egy aktuális szituációra. Ez egy nagyon, nagyon rossz és, és zavaros üzenet, hogy akkor most utáljuk a, az Európai Bizottságot, vagy tárgyalunk vele. De ezen átlépnek ö, ott a helyszínen, mert ö, legalábbis ott az mintha minthogyha ez annyira, vagy nem is jött ez elő, talán én a nyilatkozatokban ezzel kapcsolatos ö, ö, részeket nem is nagyon találtam. Voltak erősebb nyilatkozatok, ugye Orbánt árulózták, ö, Orosz Bérencnek nevezték, ö, egyébként éppen Weber nyil nyilatkozta azt, hogy ő hogy szintén a, a politikónak, hogy, hogy Orbán Viktor árulóként vise, Elkedik, hogy Putyin is, be, be Putyin is beült tulajdonképpen a tárgyalásokra általa. Szóval az ilyen típusúak voltak, de maga a kampány az, hogy egyébként mi zajlik Magyarországon, ilyen értelemben az, mintha nem került volna elő. Hát nézze, Vagy ez, ez inkább elpolitika. A nagykövetségek lefordítják a nemzeti konzultáció kérdéseit is, és hazaküldik jelentés formájába. Ez a kommunikációnak olyan alacsony szintje, hogy azt hiszem idáig nem süllyednek. Tehát sem ezek a. Ja, konzultációs... Tehát, hogy ez ilyen radar alatti? Ügyek. Radar alatti a, a, a kommunikációs kérdések, ugye, ahol minden kérdés azzal kezdődik, hogy Brüsszel. Az ki? Ugye Orbán ezt az EU szinonimájaként szereti használni. És akkor van egy erősen csúsztatott, vagy teljesen hamis kérdés, és oda van írva két válasz egy jó válasz, meg egy rossz válasz. Tehát egy szép, meg egy csúnya. És akkor a, az ő szektájának a hívei ezeket beixelik. Persze, hogy a szép válaszokat beixelik, akkor összejön valamennyi ezekből az évekből, és akkor arra lehet hivatkozni. Ez lehet, hogy inkább választási címgyűjtést szolgál, meg mozgósítást. Nem egy, tehát nincsenek politikai súlya, a plakátoknak sem? Ilyen értelme A plakátok ö, ö, szégyent jelentenek arra nézve, aki kitalálta és terjeszti. Ugye, aki ilyen eszközökhöz folyamodik, hogy, hogy kikúnyolja a saját szövetségi rendszerünk egyik fő tisztségviselőjét, akire mellékesen Orbán Viktor is szavazott, sőt, ha picit visszalapozunk, találunk olyan nyilatkozatot, ahol ő nagyon megdicsérte, ugye, mert Ursula von der Leyen egy sok gyermekes anya, Többek között volt német miniszter, politikus, ahhoz a pártcsaládhoz tartozik, amelyhez korábban Orbán is tartozott, ugye ő CDU-s, tehát a Mérsékelt Konzervatívok, az Európai Néppártnak a, a társasága. Úgyhogy ez rendkívül ízléstelen, és azt a ilyen kocsmai szintű politizálást táplálja, amit Orbán egyes újságírói és és sajtótermékei is terjesztenek, ami ellentéteket szít, szít mocskolódik és rágalmaz. Ha már itt a furcsa találkozónál járunk, egy szempontot még hagy hozzak már ide, mert most ugrok egy picit az időben, kicsit vissza, nem olyan sokat, csak néhány napot Argentinába, ahol találkozott egymással Zelenszki elnök és Orbán Viktor, igaz, hogy ez csak egy ilyen talán véletlen találkozás lehetett, vagy nem, nem egy megtervezett, nem egy hivatalos találkozóról van szó, ugye az argentin elnök beiktatásáról volt szó, és ott láthat találkoztak. Egy rövid felvételt lehetett látni, egy pár másodperces volt ez a felvétel, de hát láthatóan erős gesztusokkal beszélgettek egymással, és ugye itt még a, 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 a csúcs előttről beszélünk, tehát az korábban történt, és 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 sokan felvetették, hogy mit lehet ebből kiolvasni egyáltalán. Zelenszki elnök azt mondta, hogy ő próbálta meggyőzni. Orbán Viktort feltette neki a kérdést, hogy mondjuk egy indokot, hogy miért nem támogatja a csatlakozási tárgyalások megindulását. Ön abból olvasott ki abból valamit ezekből a jelenetekből, vagy, vagy ez csak, hát hogy mondjam, tényleg egy véletlen találkozás, és Jelent. nincs különösebb jelentősége. Nagyon sok mindent ki lehetett olvasni abból a, a néhány másodpercből, amit láttunk. Ugye először is, hogyha két csúcs szintű vezetőnek, az ukrán elnöknek és a magyar miniszterelnöknek, mind, mind mindegyik a saját országában az egyes számú ö, politikai vezető. Dolga van egymással, akkor leülhetnek egy zárt helyiségben, és megbeszélhetik. Ha ezt mindkettő akarja. Zelenszki többször hívta Orbánt, Orbán még soha nem volt a háború kitörése óta. Ugye még azzal indokolják, hogy majd akkor megy, ha lesz értelme. Ugye ez a? Ez egy kitérő válasz ez egy, válasz, ez egy visszautasítás, ez egy nem. Ez egy nem. Ö, egyszerű magyar fordításban ez az, hogy nem megyek. Nos... Zelenszky, ugye ott Ukrajnában kialakult egy helyzet, hogy megmerevettek a frontok, ők se jutnak előre a, a saját hazájuk visszafoglalásával, de az oroszok se jutnak előre, mert olyan kemény az ukrán ellenállás, tehát megálltak a frontok, ilyenkor kezdenek el gondolkodni politikai megoldásokat. Zelenszky körbe szaladta a világot, ugye tárgyalt Bidennel, nyugat-európai vezetőkkel, és többek között fölhasználta az új argentin elnök beiktatásának eseményét, hogy ott is találkozzon emberekkel. Először is ugye Orbán nagyon nem akarta ezt a találkozót, mindenütt kitért előle, Zelenszky akarta. És lehet, hogy azért ő, ment el többek között Buenos Airesbe, hogy Orbánt is elcsípje, ha csak néhány másodperces is, és szemtől szembe beszéljen vele, és esetleg meg is kérdezze, hogy miért csinálja azt, amit csinál. Indulatos volt a beszélgetés mindkét oldalról, és hát ugye teljesen szokatlan módon a nagy nyilvánosság és a kamerák előtt zajlott. Még ilyen alkalommal is, hogyha megvan a készség, akkor lehet szólni az argentineknek, hogy egy szobát, ha tudnának biztosítani, ahol az ünnepség előtt, alatt, után ez Meg a két ember megbeszéli a dolgokat, megbeszéli négy szem közt vagy, vagy szűk körben. nem, itt Zelensky rá kényszerült arra, hogy ott kapja el Orbánt, ahol tudja, és mondja a szemébe a problémáit, és tegye fel a kérdést. Igen, aztán nyilatkozta is később a Reutersnek, Zelenszky, hogy nincs oka blokkolni ugye az ukrán uniós tagságot. Megkértem, hogy egyetlen okot mondjon rá, még mindig várom a választ. Hogy megkérdezték ugye, hogy miről beszélgetnek. Nem tud, nincs, nincs valós oka Tehát mm. minden mese, amiket kitalál, hogy nincs felkészülve. Hát persze, hogy nincs felkészülve, ezt tudjuk. Nem is, nem is az EU tagság most a következő lépés, hanem majd az újjáépítés lesz, ha egyszer béke lesz, és az EU tagság az egy további hosszú folyamat, csak meg kell ígérni. El kell kezdeni. Igen. Egyébként, ha már a találkozásokról van szó, kérdezték ezzel kapcsolatban, hogy akkor Putyin elnökkel meg miért találkozik Ormán Viktor. És erre azt mondta, hogy nem is érti, hogy miért ne találkozhatna. Úgy látja, hogy a nyugatiak félreértik a nemzetközi politikát, amikor azt gondolják, hogy hogy a vele való nem találkozás morális tartalmat hordoz, már mint itt a, 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 erre gondol, és Putyinak ettől nem lesznek álmatlan éjszakái, ha csak valami egészen elképesztő ok nincs rá, akkor találkozni kell. Ugye ez annak fényében érdekes, hogy ugyanezt rá lehetne húzni Zelenszkijre is, hogy ha csak valami egészen elképesztő ok nincs, akkor Zelenszkij elnökkel is kellene találkozni, és ez volt érdekes, amit az előbb mondott, szóval Putyinnal meg kell találkozni. Teljesen kilóg a sorból Orbán, és erre kapta azokat a kritikákat, ugye az említetteken kívül például Vera Jourova, az Európai Bizottság alelnöke, kifejezetten árulásnak minősítette azt, hogy Orbán elment Pekingbe, ott kamerák előtt barátkozik Putyinnal, aki mellesleg naponta bombáztatja Ukrajnát azért, hogy vagy maga alá gyűrje, vagy legalábbis területeket raboljon tőle. Tehát ez egy agresszív háború a mi szövetségi rendszerünk, a mi értékrendünk ellen. Na most itt nem lehet a frontok között ide-oda szaladgálni, hanem határozott pozíciót kell elfoglalni, el kell ítélni ezt az agressziót, na most Orbán nem ezt teszi. És nincs igaza abban, hogy beszélni kell, Tudni, hogy a nemzetközi kapcsolatokban lehet és kell, tárgyalni akkor, ha van valamilyen tárgyalási téma. És a tárgyalási téma ott kezdődik, nem az, hogy leülünk egy asztalon és beszélgetünk, az még nem tárgyalás. De a tárgyalás az, ha meg tudunk fogalmazni egy közös célt, hogy azért ültünk le, hogy, és akkor ott jön a közös cél. Na most közös célt ma Oroszországgal nem lehet megfogalmazni, mert Oroszország célja, hogy minél nagyobb területet leszakítson Ukrajnából, és erőpozícióból tárgyaljon majd egy napon. Ukrajnának az a célja, nem akarja legyőzni Oroszországot, Sze Ágában sincs. A saját területét szeretné visszakapni. És ugye erről folyik itt most a háború, és ameddig lőnek, addig nem lehet tárgyalni. Csak egy utolsó kérdés még tényleg a végére, hogy mindezek fényében, amit most végigbeszéltünk, abban a pozícióban, ahol most Orbán Viktor van, a elszigeteltségben, amiről beszéltünk, mit gondol, hogyha mondjuk holnap egy, egy, teoretikus kérdés lesz, hogyha megváltoztatná az álláspontját? Az a folyamat, ahova ő most lavírozta magát, ez visszafordítható lenne, vagy már túllépte ezt a, ezt a helyzetet, és, és, már nem biztos, hogy hinnének neki? Vagy hogy mondjam, tehát, hogy vissza lehet innen még jönni, vagy ezen már túl vagyunk. Hát már régen nem hisznek neki. Már régóta nem hisznek neki. Tudni látják, hogy hogy bármikor ki hátrál egy egy pozícióból, de nem igazak az ígéretei. Például a svéd NATO-tagsággal kapcsolatban is már mindenfélét mondott, semmit nem tartott be. Nem hiszik, hogy ha bármit megígér, akkor azt tényleg fogja teljesíteni. Tehát és, és magára de húzott egy olyan konfliktus helyzetet és egy bélyeget. Most ez a ö, folyosóra való kiküldés és a vétó próbálkozás, aztán a, ugye a pénzek megvétózása ö, szembeállította őt tulajdonképpen az egész transatlanti családdal. Ugye ez a NATO meg az EU együtt, mindkét oldalon vannak olyanok, akik NATO-nak tagja, USA-Kanada, de az EU-nak hmm. nem, vagy EU-nak tagja, de a NATO-nak nem, semlegesek. Összesen vagyunk 36-an ebben a transatlanti családban. Egyébként az ENSZ közgyűléseken szoktunk volt olyan vacsorákat tartani, ahol mind a két szervezet tagjai ott vannak. Ezekkel Orbán ma szembe megy, tehát 35 országgal megy szembe, Plusz megjegyezte Ukrajna is és Moldávia is, hogy Orbán nem támogatta, hogy ők elkezdjenek tárgyalni, háttérben még ott van Grúzia, ugye ő még nincs élesbe merő tagjelölti státuszt kap jelenleg. Tehát nagyon sok, közel 40 ország áll vele szemben, és ő áll egyedül, és senki nem támogatta ebben. Tehát azért ezen neki el kellene gondolkodni. Tehát innen nehéz már vissza, visszafordulni, ha jól értem. Akkor. Köszönöm szépen, Balázs Péter volt külügyminiszternek, hogy tudtuk elemezni ezeket a friss helyzeteket, eseményeket. Köszönöm szépen még szóval egyszer, az, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a címlap Szabad Európa Podcastja.